lakossági hívő embereknek több mint 90%-át lefedi, az az úgynevezett 1/A lista, melléklet, de jelzem, hogy ez nem kategorizálás, jelent, újra elmondom, hanem egyfajta bejegyzési, regisztrációs eljárás részét képezi. Egyébként, hogyha ez megtörténik, akkor utána gyakorlatilag ez a fajta melléklet szinte eltűnik, megszűnik, hiszen azzal a célra jön létre, hogy ez a kötelező regisztráció tudjon megvalósulni és érvényesülni. Tehát szerintem túlságosan túl lett habosítva ez a történet Nyakó képviselő részére. Köszönöm szépen. Következő két perces a Varga László, Kereszténydemokrata Néppárt. Mivel az előbb Nyakó képviselő úr személyesen is megszólított, mert az előterjesztők közül azt hiszem én vagyok itt, és az előterjesztőket azzal vádolta, hogy bírósági szerepet vettünk át. Nem. Valóban nem. Hanem azt néztük meg, hogy mely egyházak vannak itt már Magyarországon nem 20 éve, hanem 116 éve. Ez az első. Ez az első az A. Utána azt néztük meg, hogy mely egyházak azok, akik intézményt tartanak fenn, akik most is az állammal kapcsolatban vannak. Ezeket meg akartuk attól kímélni, hogy most újból nekik be kelljen jegyeztetni. A továbbiakban pedig ott van a lehetőség mindazon 300x egyháznak, aki ebből kimarad, hogy megméresse magát, és ha fönt marad a rostán, akkor fönnmarad, ha nem, akkor sem töröltetik el, hanem akkor vallásos egyesület, vallási egyesület, tehát használhatja a hit életnek a dolgait, csak legfeljebb a kedvezményeit kevésbé. Tehát nem a bíróság szerepét akartuk elvenni, hanem tudomásul próbáltuk venni a történelmet. Nem akarom idézni Hoppát, nem akartuk eltörölni a múltat. Köszönöm szépen. Következő két perces Kőbári János, fideszes képviselő úr. Köszönöm, elnök úr. Én a világért se szeretném se a patás, se a szarvas és egyéb történeteket folytatni. Azt gondolom, ez tényleg személyeskedő. Az teljesen világos, hogy itt kétféle világnézet ütközik, és önök megpróbálják azt védeni, ami eddig volt. Az elmúlt 20 évben, amíg relativizálták az egyházak működését, relativizálták azt, hogy mi az egyház, önök relativizáltak értékeket valójában, és ennek a társadalomnak a működését, ennek az eredményét látjuk, hogy hova vezetett. Mi másfelé szeretnénk fordulni, hogy ez európai megoldása vagy nem. Ajánlom az ön figyelmébe is ezt a kiadványt, amiben benne van több európai ország gyakorlata. Ausztriában például összesen 14 bejegyzett egyházban, ezek is három szeletre vannak osztva. Vannak a hivatalosan elismert vallási közösségek, ez mindösszesen 4. Vallási felekezeti közösségek, és vannak a vallási egyesületek. De mondok egy másikat, Belgiumban 6 elismert egyház van, vagy mondjuk az Egyesült Királyságban 1 államegyház van ráadásul. Ezek úgy tudom demokratikus országok, és egyébként a miénknél talán régebbi demokratikus hagyományokkal rendelkeznek. Én úgy érzem, hogy ez követhető számunkra, talán az önök számára, és talán elismerik, hogy az a gondolkodás, amit önök képviselnek, az úgynevezett világnézeti semlegesség, az valójában egy világnézetnek a szolgálata. Ez a világnézet pedig mentes a moralitástól, és mentes az értékektől. Ez nem vezet sehova, semmit sem máshol a világon. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. A két percesek elfogytak, következik Mirkuszki Ádám, Jobbikos képviselő úr. Nem. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Én reggel, amikor bejöttem és készültem a részletes vitára, úgy gondoltam, hogy az előterjesztőkkel kívánok egy konstruktív vitát tényleg építő jelleggel folytatni legjobb tudásom vagy tudásunk szerint, de az itt elhangzott szocialista hozzászólások mellett nem tudok elmenni szó nélkül. Tehát azért egy picit furcsa logika az, hogy egyszer az ateistákért aggódunk, egyszer pedig a különböző szektákért. Nem értem azt sem, hogy mi a probléma azzal, hogy adott javaslat szerint különbséget tesz az előterjesztés egyház és egyház között. Hát nagyon helyes, pláne
Nagyon helyes, hogy különbséget tesz, hát nehogy már mondjuk a római katolikus egyház egyenrangú legyen az autószerelők egyházával, vagy épp a boszorkány szövetséggel. Nem hiszem, hogy ez bármilyen szinten is vitatárgya. Pont erről szól ez a javaslat, ahogy itt már elhangzott a szocialisták részéről is, hogy valóban szűkíteni kell. Tehát én nem gondolom azt, hogy bármi probléma lenne azzal, ha adott esetben különbség van egyház és egyház, vagy egyház és vallási felekezetek között. Erről szól ez a javaslat. Mindenki azt szajkózta már több mint egy hete, amióta az előterjesztés bekerült, hogy igen, egy szabályozatlan kérdés, 20 éve katasztrofálisan működik, valamilyen szinten meg kell oldani. No, ennyit erről, és talán még annyit, hogy itt a nagy aggódás közepette ateista honfitársainkkal szemben, talán annyit, hogy itt az iskola és egyéb oktatási intézmények átvételével vagy üzemeltetésével kapcsolatban ne féljünk már attól, hogy adott esetben a történelmi egyházak felelőtlenül működtetnének oktatási intézményeket, vagy felelőtlenül állnának kérdésekhez, és adott esetben szelektálnának tanuló és tanuló, vagy dolgozó és dolgozó között. Nem gond, persze tapasztalat nekünk, meg az elmúlt 50 év alapján teljesen más tapasztalataink vannak, de mondhatnám az elmúlt 8-at, vagy az elmúlt 20-at is, amit már azért végéltem, úgyhogy mindegy, én szeretnék visszatérni a részletes vitához, és egyetlen egy fontos ajánlási pont, amely ugye nem kapott, sejtettük mi is, hogy nem fog kapni nyilván támogatást az előterjesztők részéről, de a logikáját azért talán nem érdemtelen, ha még egyszer kihangsúlyozom. Itt a 19-es ajánlási pontról van szó, és ugye elhangzott már itt az a vád, hogy az előterjesztők elvették vagy átvették a bíróság szerepét. Hát mi viszont szeretnénk, hogyha lenne egy olyan testület, amely átvenné a fővárosi bíróság szerepét. Mi ugye ezt elneveztük most a példakedvéért Magyar Vallásügyi Tanácsadó Testületnek, mert azt szeretnénk, ha nem a bíróság dönteni el adott esetben, hogy mely felekezeteket vagy vallási közösségeket regisztrálja, vagy veszi nyilvántartásba, hanem egy hozzáértő szakértői testület. Mert tételezzük föl, értem én azt, hogy majd a fővárosi bíróság az adott személy bíró adott esetben kérhet segítséget, és egy szakértői testületet vagy szakértőket rendelhet ki, hogyha esetleg meghaladja tudását az adott közösség megítélése. De mi ezt egy picit problémásnak látjuk. Azt rendben van, hogy itt benne van az előterjesztésben, hogy majd külön szabályozva lesz, hogy kik lesznek azok a szakértők, de mi erre tennénk már előzetesen is akkor egy ajánlást, nyilván ebbe a törvényben már ez nem lesz elfogadva, mert azért valljuk meg őszintén, az sem mindegy, hogy majd az a szakértő, vagy azok a szakértők milyen felekezettel, milyen végzettséggel, stb. Tehát kikből fog állni. Ezért mi arra tennénk már előzetesen javaslatot, hogy lehetőleg egy olyan testület álljon föl, amely adott esetben a lehető legobjektívebb módon, a leghozzáértőbb szemlélettel meg tudja ítélni, hogy az adott bejegyzésre vagy regisztrálásra váró vallási közösség milyen céllal jött létre, pozitíva vagy negatív, haszon vagy egyéb céllal. Ezért mi azt javasolnánk, hogy az általunk is abszolút mértékben támogatott első kategória, amely a történelmi egyházaknak megfelelő kategória lényegében, ők delegálhassanak egy-egy tagot, és ezzel már le van fedve a magyar társadalom, a hívő magyar társadalom több mint 90%-a. A parlamenti pártok delegálhassanak egy-egy világi szakértőt, ezzel le van fedve a magyar társadalom politikai részéről szinte 100%-a, és adott esetben, hogy legyen még egy valóban civil, mondjuk a Magyar Tudományos Akadémia szintén delegálhasson egy tagot. Nem gondoljuk, hogy ezzel bárkinek problémája lehetne, mert talán ettől objektívabb testületet, vagy ettől szélesebb skálát lefedő vagy átölelő testületet bárki is föl tudna állítani. Mi azt problémásnak tartanánk, ha csak egy valaki, vagy majd adott esetben a kormány, vagy előterjesztő, vagy épp a fővárosi bíró azt mondja, hogy XYZ-t kérem föl szakértőnek, mert az már valóban lehet elfogult, de egy ilyen általunk javasolt 13 fős testület azt gondolom, hogy megfelelő és bölcs döntést fog tudni hozni adott esetben. És végezetül pedig annyit, hogy volt egy módosító indítványunk, nevezetesen arra vonatkozóan, hogy ne lehessen regisztrálni azokat a közösségeket, ahol nemzetbiztonsági kockázatok fölmerülnek. Itt csak szeretném jelezni, hogy egyeztetve előterjesztőkkel is,
beadtunk egy, vagy beadtam egy kapcsolódó módosító indítványt, amely egy picit pontosította ennek a megfogalmazásnak a részét, nehogy itt bárkit is indokolatlanul hátrány érjen, de én úgy gondolom, ezt különösebben nem kell magyarázni. Ahol nemzetbiztonsági kockázat jelenik meg, értelemszerűen ne jelenjen meg a magyar hitéletben, mint vallási közösség vagy egyház. Köszönöm szépen a figyelmet, elnézést a túllépésért. Köszönöm szépen. Képviselő úr, 2 perces hozzászólások következnek. Elsőnek Lendvai Ildikó. Képviselő asszonynak adok szót az MSZP képviselőcsoportból. Köszönöm Parancsol. Szépen, képviselő hölgyek és urak, nem szeretném ugyanazt a témát újra körbejárni, ezért most a képviselő úr által említett aggodalom címszóra egy újabb okra szeretnék rávilágítani. 63-as számon beadott módosító indítványunkról van szó. Ez azt a 25-ös paragrafust érinti, ami látszólag 4 szócska elhagyásával átveszi a 90-es törvény rendelkezését. Állami, önkormányzati iskolákról van szó, nem egyháziakról. 90-ben ez a passzus azt rendelte el helyesen, hogy ezekben az állami intézményekben is a tanulók és a szülők igényei szerint hittan oktatásra kerüljön sor. Ez helyes. Mi az a 4 szócska, aminek az elhagyása szerintem súlyosabb, mint a törvény összes paragrafusa? Önök elhagyják a 90-es rendelkezésből a következő 4 szót. Mind a hitoktatás jelzője, nem kötelező jelleggel fakultatív tantárgyként. Hogy van ez? Mi indokolja, hogy ezt a 4 legsúlyosabb szót az állami iskolákban folyó, helyeselhető és folyjon is, hitoktatás esetében önök elhagyják? Nem szerepel az új törvényben, hogy ez nem kötelező jellegű és fakultatív. 3 választ hallottam eddig képviselőtársakról erre. Az első válasz úgy szólt, hogy nem akarták útját állni annak, hogy később legyen kötelező erkölcs és hitoktatás az iskolákban. Bocsánat, de rossz válasz, mert ha az erkölcs és hitoktatás kötelező, ezenből a hitoktatás akkor is fakultatív. Második válasz, mi sem természetesebb ennél, ez úgyis így van, nem lesz kötelező hittan. Ha mi sem természetesebb, akkor fogadják el módosító indítványunkat, mindenkit megnyugtatta, ha ott lenne a fakultatív jelleg. A harmadik válasz a kedvencem, ez úgy szólt bizottsági ülésen, hogy ne tömködjük idegen szavakkal tele a törvényt. Megengedem, ez esetben javaslom, hogy a fakultatív szó helyett a választható szót alkalmazzák. Köszönöm. Köszönöm szépen, Nyakó István képviselő úrnak adok szót ugyancsak. Köszönöm szépen, akkor rendes felszólalást a Szávai István képviselő úr következik. Parancsoljon képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, államtitkár úr. 4 javaslatról szeretném még beszélni, első körben a 32-es, illetve a 85-ös ajánlási ponton szereplőkről. 32-es pontban Mirkóczi képviselő társammal a törvényjavaslat 14. paragrafusához adtunk be egy módosító javaslatot. Ugye ez a 14. paragrafus 3-as bekezdése foglalja magába azokat a rendelkezéseket, hogy mik kellenek, milyen feltételek szükségesek egyház nyilvántartására irányuló kérelemhez. Ennek az F pontja arról szól, nagyon helyesen egyébként ezen nekünk nincs is problémánk, hogy tagjai nyilatkoznak arról, hogy az általuk létrehozott szervezet tevékenysége nem ellentétes az alaptörvénnyel, jogszabályban nem ütközik, valamint nem sérti más jogait és szabadságát. Szükségesnek tartottuk ezt a pontot egy résszel és egy rendelkezéssel kiegészíteni. Többször elhangzott itt ugye a vitában, hogy a kormánynak szándéka, volt, aki ezt kritika alá is vettem, üdvözöltük, hogy a kormánynak szándéka az úgynevezett bizniszegyházakkal szemben, a bizniszegyházak ellen fellépni. Én azért szeretném az önök tisztelt figyelmét egy másik veszélyre is felhívni. Azokkal az egyházakkal szembe, amelyeket mi nem is tartunk föltétlenül egyházak, és úgy gondoljuk, hogy adott esetben igenis fel kell lépni, azok nem csak ebbe a kategóriába tartoznak, itt nem csak biznisz egyházakról van szó, hanem vannak olyan egyházakról is szó, amelyek valójában nem is egyházak, destruktív módon működnek, még akkor is, hogyha hivatalosan papír szerint az alaptörvénnyel a tevékenységük összeegyeztethető. Mint azt javasoltuk, hogy kerüljön kitételként
az is, hogy Magyarország érdekeivel nem ellentétesen működik, valamint tiszteletben tartja nemzeti és kulturális örökségünket. Lehetne itt beszélni egyébként a szientológiai egyházról, amelyet a törvény nem nevesít, nagyon jól teszi, de ugyanakkor nem is zárja ki. Ezt az egyháznak nevezett bűnszövetkezetet, ezt a világ több országában is betiltották már nem véletlenül. Önök ezzel a kérdéssel nem foglalkoztak, de hogyha megfogadnák módosító javaslatunkat, mint ahogy azt egyébként nem tették sem a kormány, sem az előterjesztő, sem az illetékes bizottságok, akkor ezt ki lehetne zárni adott esetben az ilyen egyházaknak, vagy egyházként magukat egyháznak nevező szervezetek, szektáknak a működését korlátozni, vagy adott esetben teljesen ellehetetlenítve lehetne. Másrészt meg a dolognak az általános részét is megfogva, nem értem, hogy mi a probléma ezzel a felvetéssel. Úgy gondoljuk, hogyha Magyarországon egy egyház működik, számos más ilyen irányú rendelkezés is van egyébként, akár az alkotmányban, akár más jogszabályban, akkor tartsa tiszteletben Magyarország hagyománya, hogy tartsa tiszteletben a nemzeti kulturális örökségeinket. Nemzetellenes, a nemzeti örökség ellen uszító egyházak ellen és a szekták ellen fel kell lépni. Ha lett volna egy ilyen törvényünk, akkor Iványi Gábor egyébként nem beszélhetett volna arról a kartás tüntetésen, a magyar turulmadárt, amikor ő egyébként, ha jól emlékszem, valamilyen vinnyogó tojószárnyasnak nevezte, gondolta ő ezt nagyon viccesnek, és egyébként a haverjai körében nagy sikert is aratott ez az ő felszólalása, csak akkor sajnos nem volt semmilyen eszközünk azzal szemben, hogy az ilyen kijelentések ellen fel lehessen lépni, amelyek egyébként direkt provokatívak voltak, és direkt szándékosan sértették a nemzeti büszkeséget, illetve a nemzeti önérzetet. Kérem önöket, hogy ezt a javaslatot fontolják meg. A másikat csak azért fogom elmondani, mert tudom, hogy úgyse fogják megfontolni, nekem viszont az a dolgom, hogy elmondjam. Mirkóczi képviselőtársammal javasoltuk, hogy a hídgyülekezetét vegyék ki az 1-es B mellékletből, amely azokat az egyházakat sorolja fel, amelyekkel a magyar államnak megállapodást kell kötnie. Sokszor elmondtuk, elmondom ismét, a hídgyülekezetét többek között egyébként részben pont ebbe a kártékony, destruktív, nemzetellenes kategóriába soroljuk be, hozzátéve azt, hogy véleményünk szerint egyébként egy cionista biznisz szektáról van szó, amelyel egyébként amelyet az államnak semmilyen formában nem szabadna támogatnia, és mivel nem kell támogatnia, éppen ezért szerződés sem kell vele kötnie. Nincsenek nehéz helyzetben, kedves kormánypárti képviselőtársaim, ez megint egy olyan dolog lesz, mint az alföldügy volt korábban, vagy amit most délelőtt volt Füzes Oszkár kapcsán. Lehet hazamenni, aztán majd magyarázkodni a választókerületbe a szavazóiknak, meg a tagjaiknak arról, hogy miért akarják önök a hídgyülekezetét egy ilyen elismerésben részesíteni. Nyugodtabb és boldogabb lennék egyébként, hogyha akár államtitkár úr, akár más felelős kormánypárti politikus világossá és egyértelművé tenni itt a nyílt színen mindenki számára, hogy semmilyen háttérmegállapodás, paktum, semmilyen megegyezés a hídgyülekezete és a Fidesz között nincsen. Nagyon sokan mondják, nagyon sokan sejtik, önök a mai napig nem nyilvánítottak ezzel kapcsolatban világosan állást. A szavazóik ezt várnák önöktől, azok, akik azt várják önöktől, hogy egy jó, egy új, egy korszerű, a nemzeti érdeket és a Magyarországon működő egyházak, valódi egyházak érdekeit szolgáló törvényt alkossanak, mint ahogy ez egyébként közelít ahhoz, de nem teljesen az, akkor ezen a kérdésen is el kellene gondolkodniuk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Mivel több felszólaló nem jelentkezett, a részletes vita e szakaszát lezárom. Megnyitom a részletes vita második szakaszát az ajánlás 1-től 7-ig terjedő pontjaira, a 3. és a 6. pontok kivételével. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Igen, Száva István képviselő úr, a Jobbikból, parancsoljon képviselő. Nyomtam, elnök úr, én ahogy leültem, rögtön nyomtam a következőt, mert még 2 pont van, amiért szeretném. Nyugodtan, mondja. Köszönöm szépen a rugalmasságát, elnök úr. És akkor ezt hagytam a végére, hogy mindenképpen szerettem volna pozitívan lezárni itt a felszólalásaimat. Úgyhogy 2 másik módosítónk szintén Mirkóczi képviselőtársammal nyújtottuk be. Ez pedig a 60-as és a 62-es módosító javaslat, aminek a megítélésében egyébként önök között is megoszlottak a vélemények. A 60-as pont 23. paragrafusában egy
egyértelműsítő javaslattal éltünk. Azzal kapcsolatban ugye úgy fogalmaz az a paragrafus, hogy az állam lehetőséget biztosít az egyházaknak külön jogszabályban meghatározott eljárás keretein belül, ide hiányzik egy vesző, de ez részletkérdés, hogy részt vegyenek a jogalkotás kapcsán jogszabálytervezetek és jogalkotási koncepciók véleményezésében. Mi ezt azért ezt egy kicsit kevésbé megfoghatónak tartjuk ezt a pontot, ezért javasoltuk egy olyan betoldást, hogy az őket közvetlenül érintő jogszabályokról beszéljünk. Másrészt pedig tegyük világossá, hogy milyen keretekről, milyen jogi keretekről van szó, méghozzá jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló, egyébként már önök által beterjesztett és elfogadott 2010. évi 131. törvényi rendelkezései szerint. Javasoltuk még azt hozzátenni, hogy ezzel összefüggésben az érintett minisztériumok stratégiai partneri megállapodást köthetnek. Tehát fakultatív jelleggel mondom ide képviselőasszonynak jobbra, tehát hogy ez világos megállapodást köthetnek az egyházakkal is. Most az Emberi Jogi Bizottságban ez a javaslatunk megkapta az egyharmados támogatást. Jelenállás szerint a kormány, illetve az előterjesztő nem ért ebbe egyet. Kérném államtitkár urat, hogy szíveskedjen ezzel kapcsolatban majd a zárszavával reagálni, hogy ezzel a módosítóval mi a gond, vagy miért nem szeretnék egyértelművé tenni ezt a pontot, tehát 60-as ajánlási pont 23. paragrafusról van szó. És az utolsó, amihez hozzá szeretnék szólni, az pedig az ajánlásnak a 62. pontja. Itt már többször szó esett róla egyébként a mai nap folyamán, egy másik aspektusát világítanám meg annak a kérdésnek, hogy az állam, illetve az önkormányzat által fenntartott oktatási és nevelési intézményekben milyen feladatok vannak, illetve milyen lehetőségeket kell hitoktatás, illetve ítéleti tevékenység végzéséhez folytatni. Számomra kissé érthetetlen módon a javaslat, illetve bocsánat, a törvényjavaslat eredeti szövege az e tekintetben különbséget tesz a közoktatási és a felsőoktatási intézmény között, amit mi nem tartunk indokoltnak. Úgy fogalmaz a javaslat, hogy közoktatási intézmény köteles a dologi feltételeket és más kötelező iskolai foglalkozásokkal nem ütköző időpontot. Az egyházi jogi személy pedig a hitoktató, illetve a hittanár személyét biztosítani. Tehát a javaslat előírja azt, hogy az önkormányzat és az állam által fenntartott nevelési és oktatási intézmények mindegyikében tanulók és szülők igényei szerint hitoktatást tarthatnak, és a felsőoktatási intézményekben hitéleti tevékenységet folytathatnak. Ugyanakkor csak a közoktatási intézmények számára írja alá azt a kötelezettséget, hogy az intézménynek a dologi feltételeket, illetve hogy a dologi feltételeket biztosítania kell. Most a dologi feltételekről nyilvánvalóan gyakorlatilag a teremről van szó, mint arra, amit biztosítani kellene. Én magam, aki elég sok évet eltöltöttem a felsőoktatásban, hallgatói vezetőként, sok évig laktam kollégiumban, ahol voltak ilyen események, és erre volt egyébként nyitottság, mert az ELTE-n volt, és bizonyára számos más felsőoktatási intézmény is van, ahol erre volt nyitottság. Mi azonban úgy gondoljuk, hogy a törvény ezt nem teszi egyértelművé, akkor sok esetben a felsőoktatási intézmények, ha úgy gondolják, megtagadhatják azt a lehetőséget, hogy a hallgatóik hitéleti tevékenységet végezzenek az intézmény falai között, megtagadhatja azt, hogy akár az intézményben, vagy az oktatási épületben, akár az intézmény más épületeiben, adott esetben egy kollégiumban egyébként, az intézmény köteles legyen ilyen célokra termet biztosítani. Az Oktatási Bizottságnál egyébként Mihály József KDNP-s képviselőtársamnak köszönhetően ez a javaslat megkapta az egyharmados támogatást. Kérem önöket, kérem államtitkár urat, hogy gondolják ezt meg, vizsgálják felül ezzel kapcsolatos elutasító álláspontjukat. Én értem, hogy esetleg felmerülhet az, hogy teret biztosítanánk olyan úgynevezett vallási szervezeteknek is, vagy ezeket könnyebben tudnának a felsőoktatásba beférkőzni, a hallgatókhoz közel kerülni, amelyiknek a tevékenysége nem föltétlen áldásos. Mégis úgy gondolom, hogy nem célszerű és nem jó ezt a különbségtételt a közoktatás és a felsőoktatási intézmények között megtenni. Én azt kérem önöktől tehát, hogy világosan fogalmazza, a törvény rögzítse azt, hogy a felsőoktatási intézménynek kötelessége, dologi feltételeket, termet biztosítani ahhoz, hogy a hallgatók az intézmény falain belül hitéleti tevékenységet folytassanak. Kérem önöket, hogy ezt a két javaslatunkat, amely valamelyik
valamely bizottság által tovább került, illetve legalább egy harmados támogatást kapott. Kérem, hogy ezt a két javaslatunkat még gondolják végig, és adott esetben bírálják felül álláspontjukat, és támogassák azt, hogy a törvény ilyen formában módosuljon. Köszönöm szépen figyelmüket! Köszönöm szépen! Tehát tájékoztatom önöket, hogy a részletes vita második szakaszában vagyunk. Kérdezem, hogy kíván-e valaki még felszólalni. Jelentkezőt nem látok. A részletes vita e szakaszát, és ezzel együtt a részletes vita egészét lezárom. Megkérdezem a jelenlévő előterjesztők közül, hogy kíván-e valaki a vitában elhangzottakra válaszolni. Varga László képviselő úrnak adok szót, aki a vitában elhangzottakra válaszolni szándékozik. Parancsoljon, képviselő úr! Én szeretném megköszönni az előterjesztők nevében, hogy voltak képviselők, akik tényleg lelkiismeretesen, mélyrehatóan foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és végül is azt tudtam leszűrni, hogy azok is, akik valamit nem értettek, vagy nem értettek egyet, vagy nem jól értették a törvény megfogalmazását, azokban is benne van az a készség, hogy erre a törvényre szükség van. Én abban a reményben vagyok a többi előterjesztő társammal együtt, hogy ezzel a törvénnyel előrelépünk. Szeretném elmondani, ezt most a magam nevében mondom, tudom, hogy nem tökéletes a törvény. Mint ahogy egyetlen egy törvény sem az, ez sem tökéletes. Lehet majd javítani, akár ebben a ciklusban, akár a következőben, úgy, ahogy azt az élet újból és újból megköveteli. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételét a vitában. Köszönöm szépen, képviselő úr. Tájékoztatom a tisztelt házat, hogy a benyújtott módosító javaslatokról következő ülésünkön fogunk dönteni. Most soron következik a honvédelemről és a magyar honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvényjavaslat részletes vitája. Az előterjesztés téper 3478-as számon, az együttes bizottság beajánlás pedig téper 3478/26-os számon kapták készhez és ismerhették meg képviselőtársaim. A bizottsági ajánlás összesen 28 pontot tartalmaz. Indítványozom, hogy a módosító javaslatokat két szakaszban vitassa meg az országgyűlés. Az elnöki javaslat a következő. Az első vita szakaszban a norma szöveget módosító javaslatok megtárgyalására kerül sor az ajánlás másodiktól 28-ig terjedő pontjai szerint. A 23. pont kivételével, ugyanis ez utóbbit előterjesztője visszavonta. A második vita szakasz a házszabály 105. szakasz második bekezdése alapján az ajánlás első pontjára nyílik meg, amely a preambulum módosítását kezdeményezi. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, egyetérte a javasolt vita szakaszsal, kérem kézfelemeléssel szavazzanak. Megállapítom, hogy az országgyűlés indítványomat elfogadta. Kérem a felszólalni kívánó képviselőket, hogy felszólalások kezdetén jelezzék, hogy a bizottsági ajánlás melyik pontjához kívánnak hozzászólni. Most megnyitom a részletes vita első szakaszát az ajánlás másodiktól 28-ig terjedő pontjaira, mint ahogy említettem, a 23. pont kivételével. Tisztelettel kérdezem, ki kíván 6 perces időkeretben felszólalni. Elsőnek megadom a szót. Vadai Ágnes képviselőasszonynak, az MSZP képviselőcsoportjából. Parancsoljon, képviselőasszony! Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Az ajánlás 13., 14. és még ha belefér az időbe a 15. pontjáról szeretnék majd szólni. Előjáróban viszont el kell azt mondani, hogy egy különleges törvényről van szó, hiszen ezt a törvényt végre a kormány nyújtotta be. No, ez nem azt jelenti, hogy sikeresebb lett, mint azok a törvények, amelyeket egyéni képviselői indítványként nyújtottak be a tisztelt ház elé. Éppen ezért volt szükség, azt gondolom, hogy arra a nagyszámú módosító javaslatra, amelyet a képviselők benyújtottak ehhez a törvényhez. És a módosító javaslatokat így a 13. és az ajánlás 13. és 14. pontját is az indokolja, hogy egy olyan törvényről van szó, egy olyan területéről van szó a Magyar Köztársaságnak,
ahol általában konszenzus szokott lenni a parlamenti pártok között. Ugyan a honvédelmi miniszter az általános vitában azt mondta, hogy hát a ötpárti egyeztetésnek itt a helye a parlamentben. Mi azért nem bántuk volna, hogyha van előzetes egyeztetés ezekben a kérdésekben, mert el lehetett volna kerülni a nagyszámú módosító indítvány. Ami az ajánlás 13. és 14. pontját illeti, ez két egymással összefüggő módosító javaslat, hiszen a honvédség fegyverhasználattal, illetve fegyverhasználati jog nélkül ellátott kötelező feladatairól szól. A módosító javaslatunkban Iváncsik Imre és Juhász Ferenc képviselő